Sziasztok! Szabó Tamás vagyok, az Zénet Telekom soproni munkatársa. Ma a személyes adatok védelméről és az internetes böngészés biztonságáról beszélünk. A böngésző biztonságos használata kiemelten fontos, mert az interneten rengeteg személyes adatunkat osztjuk meg, és ha nem vigyázunk, akkor az adataink illetéktelen kezekbe kerülhetnek. A böngészés közben sokféle fenyegetéssel találkozhatunk, mint például a rosszindulatú weboldalak, vírusok vagy adathalász támadások. De mit tehetünk ezek ellen? Amikor egy weboldalra lépsz, ellenőrizd, hogy a weboldal a HTTPS protokollal kezdődik-e. Az ilyen weboldalak titkosítottak. A cookie elfogadása általában nem jelent komoly biztonsági veszélyt, de szükségesek a weboldal optimális működéséhez. A biztonság kedvéért állítsd be a böngésződet úgy, hogy csak a szükséges cookie-kat fogadja el, és automatikusan törölje ezeket a böngésző bezárásakor. A geolokációs adatok megosztása nem ajánlott, mert amikor engedélyezed ezeket a weboldal számára, a helyadataidat megosztja a weboldallal, ami potenciálisan érzékeny információt jelenthet. A bankkártya adatok elmentésétől teljesen tartózkodjunk, ezekkel a legkönnyebb visszaélni. Fontos, hogy naprakész vírusítót használjunk, mivel ezek a legtöbb esetben figyelmeztetnek a rosszindulatú weboldalakra, és blokkolni is tudják ezeket. Remélem hasznosnak találtátok ezt az epizódot. Ha kérdésetek van, azt írjátok meg kommentben, és ne felejtsétek el követni az Zénet Telekom csatornáit további hasznos tippekért. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Viszlát a következő epizódban.